Jó napot, kedves nézőközönség! Én Matvarna vagyok, és ez itt a Twiz... Fuck you! És ez itt a Shogun Tudor Warfront, a Samurai következő része, ez pedig Kovács Yoshimura. Ő itt. Úgy döntöttem, hogy ő az új felvőtársam, mert valaki megzavarta a beköszönésemet. A legutóbb, hogyha emlékeztek, megtámadtam a Matsu... Közel is rá, hogyha beszél valamit. És így mimikázzam a szájmozgását, és beszéljek úgy, hogy ő mozgatja a száját. Van amelyik amúgy ilyen retardú csám, csak ilyen... Igen, valamelyik rágózik. Igen. Nem látok, hogy jött a tábornoki testőrségembe. De azt sem tudom, hogy melyik ilyen fejcsavarós köcsög a tábornokon, mert ugye... Melyik összesen... a Kovács Yoshimura? Mondd meg, hadd keressem meg én is. Kovács Yoshimura, tábornoki testőrség, jobb szélről számítva harmadik. Jobb szélről... Kinek jobb? Szemből jobb vagy? Szemből. Aha, a harmadik, 1-2-3. Ő Kovács Yoshimura? Ő Kovács Yoshimura. Lefizetek pár embert, hogy öljék meg. Fuck you. Legutóbb, hogy emlékeztem, megtanultam Macumékat, akinek a partján vagyok, bár úgy emlékszem, hogy nem 3 méterrel a part előtt álltam, és volt mögöttem egy kikötő, na mindegy, Total War. És megtámadtak a szuperágyukkal, ami nem tudom, hogy építettek fel ennyi időt, mert nem lett rá pénzük, na mindegy, az emmi szokás szerint. Trunkról meg terjeszkedik, és már remélhetően nem leszek annyira zombi, mint a legutóbb, mert most még legalább egy óráig nem fog leolvadni az agyam, mert még nincs túlságos. Trunkeló terjeszkedik. Ja, terjeszkedsz ott a nagaukákkal össze-vissza. Ja, mint a picsa. Itt ott na. Ja, szabad. Mármint az Anschlussut? Úgy értem. Anschlussut? De nem Anschlussoltam, hanem Blitzkriegu. Ja, pláne. És van orbital bomber mentem, a flottán valahol ott lett a távolban, szokás szerint látótávon kívül, tehát a tüzési meg ilyen hasznos. Van, amikor lehet őket látni, azt hiszem. Ja, szerintem most is lehet, hogy nem lenne ilyen biges köd, meg eső, meg stuff. Ja, mondjuk eléggé hátrét, ja, de tudja mozgatni az ágyukat. Azért de csak osztam... egy perötgánja van, a többit nem. Ja, azért osztam a hátra. Ja, igen, azokat nem tudja mozgatni. Azért osztam úgy hátra magamat, hogy legyen időm beírni az orbital bombardmentet. Dikku! Mi? Csak ledikúztam őket. Ja, oké. Okay. Hol vannak a perötgánok? Ja, az első sorban. Ezeket le tudjuk nyúlni, hogyha oda küldöm a két lovasságot, és... Szerintem akkor is le tudjuk nyúlni, hogyha egyszerűen berautolnak az egységei. Ja, persze, mert azt ott hagyják. Jó, ja, akkor az ilyen free loot. Mert legutóbb is a pálya másik oldalán volt a igazából... Fudentonon, amikor lenyúltam. Ó, lő velük. Igen. Ja, most állította le őket. Tudod, hogy miért nem tudjuk üldözni őket csata után? Mi? Mert... But first, loot the cannons. Hatamotó! Lőd a hatamotót! Hallod, ez nem lő. Ez megállította a hatótávon kívül. Lőd a hatamotó előtti unitokat, mert ez a gép az mindig hátrébb lő, azt hiszem. Melyik legalábbis Napóleonban mindig hátrébb lőtt. Milyen büdösed? Ja, a tábornok előtti. Ja. Hatamotó! Tehát te mondod. Először lövök egy sorozatot azokra, akik bejönnek a range-embe, a Levy Infantry-re. El kéne kezdenem megint Napoleont-ot alvarozni. Akkor rövök ezekre, mert úgyis ústák. Ó, ezeken van first person mód, ezeken is, ó. Van hát. Ja. Csak igen idiót. Ja, nem lehet forgatni normálisan, meg... Nagyon nincs köze a célzásnak ahhoz, ahova megy a lövésed. Incoming! Eltaláltam. Na, meg is öltél két embert. Nice. Japán mérnökség ereje. Ó, oh, látom jön az orbitalban. Large-ot nyomtál? Igen, Alien-re nyomtam. Akkor ez jó lesz. Nem lőnek maguktól a fucking ágyúim, amikor kiadtam a parancsot, hogy tüzeljenek. The fuck? Bajon a... Kicsit előre felől fog jönni a lövés? Valószínűleg a part felől. Visszfelől fog jönni a lövés? Remélhetőleg. Azon a kis túlerőnyre nyomtam. Ajaj, beszoptad. Nyugi. Akkor az érő, hogy nem tud bőle kifutni. Hát ez egy elég szám. Oh! Tábornok disztelibe nyomtam. Az jó, mert azok könnyen halnak. Ja igen, a lovasok azok... Ja, mert a lovasok nem tudnak felkelni, hogyha knockback-eli őket. Ja. Ami nagyon okos, mit ne mondjak. Na. Destroy the enemy! Kedvencem Napoleon... Életem legjobb lövése volt, ezt nem mutatjuk. Napoleont ott hagytam abba, amikor Darth Maul-ba toltam a magyarokkal. Egy az, hogy annyira nincs neki dolgozó, hogy felbasz. Hát, amikor magyar huszárok nincsenek, csak sima. Örüljön, hogy amúgy ez kicsit hülyeség, de örüljön, hogy mondd el őket. Legtöbb unitod az így Jäger. Ja, igen. Tisztítsa. Tiszta Pacific Rim, ho-ho.
Hát Robi vagy, ez tök jó film volt. És ott hagytam abban, amikor Napóleonnek a fúztekét megvertem a magyarémmal, meg ilyenek, de így egymástán háromszor. Jó, azt mondja, és ugye tudod, milyen a Napóleon serege, ilyen 23-as morál van, az én morálom 9-es volt. Tehát... Azt bevertem, mondom, jó, itt már nem lesz kíves. Jó, hatalmat, ahol viszont... ráfordult a Jarikire. Az viszont tetszett, hogy amíg nem gyártottál katonai egységeket, addig nem támadott a gép. Úgyhogy így szépen felhúztam azért az ország. Hát nem tudom, hogy bug, vagy direkt így van, szerintem de nem támadott bug. Meg. Nem biztos, hogy bugban mindig így csináltam. Aminek mondjuk van értelme, mert vagyis Magyarországgal... Vagyis mindig bebugolt. Tehát egy bug az konszisztens. Nem mindig. Hát, de. Csak tudni kell, hogy mikor, mi adja be pontosan. Hát jó, ezek szerint az. Ja, mondjuk van értelme, hogy csak akkor a grózik rád, hogyha a fenyegetést jelentesz neki. Vagy rá. Hát mondjuk, de hát érted, nem erő egyensúlytól az elmi, hanem terjeszkedni akar. Tehát akkor kéne rádagrózni, amikor a stratégiai érdeke úgy kizéli, hogy le tud győzni. A stratégiai érdeke kizéli Matabarnak 2016. Lőd rá, ezért Budin kanonnal? Mindet lövi? Nem lő rám. Hát valamiért töltögetnek. Hát töltögessenek csak. Nem tudod kilőni az ágyúját? Célozd azt az ágyúdat. Ebben sebezhetetlenek, nem? Nem mindig. Mondom, lőd azt, mert a szimpla gyalogot nem igazán sebzed, itt viszont a telibe találod az ágyit, akkor szétesnek. Ja, akkor kill. Igen. Ez mondjuk szinte tök esélytelen, hogy eltalálod, de ki tudja ezt. Hát hasznosan, mint hogy a gyalogságot lövöm. Vajon nyerni fogsz? Szerintem kikapsz, én arra fogadok. Fuck you. Kis idő vagy. Nem használja a perotganokat, szóval nyertem. Ja, mondjuk ha messzre autolnak, akkor beszapod. Jön még egy. Ezt most már jobban időzítetted. Ja, telibe kúrja őket. Ez fókuszált. Ja. Oké, addig egy emberét sem öltük meg az ágyukkal. What? Mármint a perotgánból, úgy értem. Ja. Amúgy már 16 emberét megölték az ágyuk. Oh, nice. Na, jönnek a lövések. Hova futkoznak jobbra-balra. Annyira idegesítő ez, bazd meg. Ja, amúgy bullshit. Ej, a tábornok kapja azért. Az jó, hogy legalább ilyenkor be lehet zavarni a izéjébe. Igen, az első sorozatába. Nem csak a sorozatába, eleve a seregének a felállásába. Nézd meg, a káosz van. Most ide beküldenél... Beküldenél a közelharci egységeket, ezek ott maradnak blobba, aztán be lehet őket keríteni, és se. Tehát amúgy mi lenne, hogyha akkor csinálnánk Hoi 4-be egy Lengyelország-Magyarország kópot? Ja, felhoztad a videó, hogy muszáj legyen, megcsinálom, te rohadék, látom igen. A tukádat! Tehát figyeljetek, Hoi 4 kóp ötlet, Garusz mellett, ez most Trunkello és Matabarna, Magyarország és Lengyelország, én lennék a magyarokkal, és visszaállítanám országunk dicsőségét! Yeah! Az a bajom úgy, hogy nagyon ludzi, tehát Garuszék ugye bedarálnak minket egy kicsit, spoiler alert. Jó, mi nem vesztettük mondjuk, tehát, de akkor... mondjuk, hogy nem volt könnyű. Viszont játszottam egy singlet a lengyelekkel, és legyőztem a németeket, úgyhogy a szövetség is nem is segítettek. Mert egyszerűen más nem volt az időzítéssel. Hát figyelj, maximum felveszük háromszor. Való igaz. Hát the devil! Oké, a perotka még mindig nem működik amúgy. Nem tudom miért mondod, hogy... Mondjuk nem tudom miért sokumban beszélek a Hoi 4-ről, de most rá vagyok izgulva. Nem tudom miért mondod, hogy kis országgal szar játszani, meg mit tudom én, mert amúgy nem igazán. Nem azt mondom, hogy jó, kis országgal persze... szar játszani, azt mondom, hogy kezdő vagy, és játsz inkább egy nagy hatalommal először, hogy megtanuld a játékot. De figyelj, te elég jó vagy, így nem baj, hogyha én szar vagyok egy kicsit. Kösz. Ráadásul, hogyha közös lesz, mi lenne, hogyha bánnánk a kominterbe? Nem vesznek föl! Utálnak, mert én vagyok itt az expansion target a szovjeteknek. Ja, tényleg, ja, én is csak azért kerültem be, mert van ajánlott. Mert én vagyok a Szovjetunió teszfutamunkban. Lehet szövetkezni lengyelekkel a németekkel? Hát, hogyha fasiszta leszel, akkor igen, de akkor meg mi értelme a játéknak? Hát a Németország az ellenség. Ah, the enemy! Amúgy tudod mi az undorító? Így néztem a nation-öket és így... bele van kombinálva, hogy Franciaország általában mindig védekezzen. Ja, tudom. A kedvencem a japánok. Általában mindig úgy támadnak, hogy nem hívnak be szövetségest. Az jó. Fucking bullshit. Mekkora mestre út van, csatlakoznom kellett volna. Hallod, állíts le a lövéseket, na, hogy minél többet be tud darálni. De, mert akkor bereautolnak és vége lesz. Azok úgyis be fognak ráutolni. A perotganokat kéne leszerelned. Hogyha bereautolnak, akkor elmintleg ellapom őket.
Biztos? Legutóbb az volt, hogy bereutolt a pálya másik oldalán a... you know... A de az arti az általában el is viszi őket, nem? Mondom, a legutóbbi csatában az volt, hogy... Ja, ez ennek van lova! Igen. Azokkal lehet, hogy tudnak ráutolni. Hát figyelj, a lovak körül ott rongálsznak az embereim. De hogy a crewhol van, az egy remek kérdés. Úgy tudod őket megtartani szerintem, hogyha dismountolják őket, és úgy ölöd meg a crewt. Hát az remek, mert egyébként itt mennek épp az ágyuk az embereim között, a crew az elfutott is, nem tudja hova a lovakat, mert nem tudom megölni. Éppen itt szivárgó átlátjuk valami Bushimura. Igen. Mert hogyha így ölöd meg őket, akkor tönkre megy az ágyú is. De nem öltem meg egyet, csak mindegyiket ott vontatják meg. De egy összecsuklott. Nem, egy se. Hát ja, nem, minden négy, nem tudom mi volt az. Mondom, Kovács Yoshimura, Quantum Yoshimura ott van benne a vontatmányba. Beleállította a láncsáját az ágyúba, de nem tudom. Na minden. Lol. Na csapjuk. Ja. Ja, és ez vissza fog menekülni a fucking erődbe, a rohadt életbe ezzel az űrzésrendszerrel. Oké, itt is volnánk, úgy tűnik, hogy most nem foglaltam el a Fudenken anyjait valamiért, pedig azok is menekültek, na mindegy. Ó, nem menekültek. Azok is menekültek. Várba. Igen. Akkor ostromold meg a várat. Jaj, ne, itt vannak a szamuráj lázadók. Fuck. Yep, mennek Echigo ellen. Ó, oh, moving forward, for the Shogunate plusz 2000 a treasury-mbe. Yes, fuck I like you. Money. Mission failed, master of... Artifice. Már csak egy generálja van, tehát lehet, hogy le kéne darálnom a seregét a vár mellett. Mert három egység levi, öt egység. Nem, mert be tud menekülni a várra, szerintem most mondd meg a várat. De hogyha megölöm amikor... a tábornokod, meg lemészárlom a sereget. De figyelj, figyelj, támad meg a várat, és tudod, akkor majd fel akar, be akar futni a várba, mint erősítés. Egyszerűen odafutunk el és lemészároljuk, főleg mivel a várak általában egy ilyen emelkedőn vannak. Ha időbe odaérünk, akkor... De nem érünk oda. Szasz. Meg nem lesz amit, hogy bombardmentem. Figyelj, van Yarikachid, betoljuk nekik a turbo speedet, ezt odafutunk. Meglátjuk. Meg Shogita is azért elég jól tudja zamálni. Meg az a baj, hogy nem akarom, hogy egy csatába legyen a Shai meg a Garrison. Hát mennyi a Garrison? Négy egység, öcsé. Hányas? Fort... Várjál, Large Town. Large Town nem tudom mit ad. Szerintem a Castle adja a Garrison. Spear Levi Garrison. Fortress az ad... Nem tudom mit ad. Mindegy. Hey, White Tiger Force, legjobb. Ja, tényleg én jövök amúgy? Szóljál már. Igen. Majd lesegetem a szarjaidat. Mit csinál ez Aizu-nak a fullos serege? Hol vannak a seregeim? Jose Aivatar mellett, Kozuke-ban. Itt egy akármi. Egy Obama? Hol? Vigyázz, elnök lesz! No. Hát... Tényleg ez a szamuráj lázadókat itt hagyom a picsába. De szét fog... leégették a távíróidat, tudod? Elszarom? Emlékszel legutóbb, amikor berásoltuk a távíróidába és szétverték a gépeket, aztán kifutottak. Valakit meg kéne támadni. Ja, a Szadó szigetet verted szét, ott a fősereged. Ja, igen. Szadó Island. Kik vannak itt alattam? Ezek a Musashi, nem odavarák. Odavara... friendlyk az a baj, de prósogon pártiak. Prósogun párt? És két provinciájuk van, és egyik se határos egymással. Itt meg az Edo-k vannak. Edo. Ők hostile-ok és... Edo a tartomány. Emperor. Jaj, a Yozai-nak a szövetség, és így őket nem támadom meg. Mi? Azok az, ők az ellenség! Segíts már! Igen, úgyhogy őket inkább nem támadom meg. Fuck you. Mi van? Hát a Yozai-jal hadban állok. Leverednéd őket. Mi az itt a Kozuki-ében? Semmi jó. Egyébként van egy csanda, hogy hogy itt Matsudaira Katamori ezzel a full stack Aizu sereggel itt surprise-án suszolni akar. És csak nem tud meg, ki fog esni innen. Ó. Oh. Kiesik olyankor instant. Ó. Oh. Police Station. Call the cops. Na jó, mit csinálják itt a szadomazóba? Ők Shogun pártiak? Ja. Mert akkor egyszerűen fogom magam, azt elhúzok innen a retekbe. Ja, mert hogyha kimész, akkor nem lázadnak. De lázadnak. Boarding! Na hova menjek? Pedig azt írt, hallod, lázadni fognak. Majd kinyomom ezzel. Akkor nem. Mondjuk az a pont, hogy azt írta, hogy 14-et ad a Garrison, tehát nem tudom miért lázad. Dishonorable vagy valamitől. What? Dishonorable Daimyo. Trunkeló, mit csináltál? Tudtam már semmit. Ugye nem volt szexuális kapcsolatod azzal a nővel. Miért nem tudom kiválasztani valahol a kibaszott Daimyo-mat? A fucking... szarjáték. És tudom, hol van a Daimyom? A Sun and Aerodon. Itt van. Nem a... Ja igen, oh, a... Betrayed Alliances. Milyen Alliance-ot betrayáltam? Dono, lehet, hogy a szadókkal szövetségben voltál. Vagy ja, a különbéke miatt? A különbékéknek lehet hozzá köze.
Bár az nem bitrate, nem tudom. Az nem bitrate mondjuk, mert ebben a játékban ugye nincs egységes ábúrrendszer. Hát nekem nem tagadtad meg hadba hívásomat. Mert, you know, nem tudod. De szerintem senkinek se tagadtam. Nem kereskedtél a szadókkal, amikor megtámadtad őket? Nem, nem vagyok hülye. Biztos? Biztos, figyeltem rá. Biztos hát ember hülye? Daimyo-nak meg kell halnia. Kozukiében is lázadnak. De Daimyo, tudod? Fuck. Tudom, hogy gyorsan be kell vennem azt a város, mert jön a tél. Winter is coming. Majd félreállunk. Megyek Saber követ? Simán. Az a bajuk amúgy, hogy... Gyengébek, mint a traditional kev. Nem, amúgy jók lennének ez a katona kevnek a folytatása, de szerintem vagy direkt, vagy véletlen, szerintem inkább véletlen, nem dolgozták ki azt, hogy kibaszottul valamiért az összes uniknak tettek be 5-ös damage-et lovasok ellen, azt hiszem. Aha. Minden gyalogosnak, és korábban ilyen nem volt. Tehát gyakorlatilag a szimpla Levi Infantry is olyan, mint egy kibaszott láncsás egység valamilyen szinten. Jaja. Vagy tényleg, nincs itt? Elszabadalom sinom, hogy vala mozgásukat, akkor a sereg megáll, vagy csak lelassul? Ja, bónusz és kavali 5. Trunkusz. Micsoda, hogyha mi? Hogyha elszabadalom, hogy nincs vala mozgásukat, akkor a sereg megáll, vagy csak lelassul? Akkor nincs több movementje a körben. Tehát abszolút nem tud mozogni, ugye? Nem. Nem. Elméletileg ostromra tudnám venni a várost. El tudnám szabotálni a sinobimmal a hadseregét, és ki tudnám éjeztetni még mielőtt besétál 5 méterről. Hát el tudod szabotálni, ez kúra jó, mert akkor... Várjál, most már olyan közel van talán, hogy be tud jönni mindenképp reinforcementként. De én ki akarom éjeztetni, tudod, arra van bónuszom. Ja. Végül is megcsináltad, mert akkor mindenképp téged fog megtámadni, akkor jó? Hajrá, éjeztes. Hát csak az a baj, hogy azt, hogy bejöjjön a Garrisonja, de jó, amíg te jössz. Mr. Garrison. Ja, meg pénzbe kerülnek az akciók, mert logic és nekem nincs olyanom. Hát van értelme. Mint kibaszott EU4-be is, bazd meg mikor használsz te izét? Espionage ideákat, meg ilyen rebel támogatást, meg hasonlót. Olyan picsa drága, hogy felesleg. Na jó, Trunkusz, de arról van szó, hogy egy darab ninja, akit egyébként kifizettél és állami pénzből tartasz, fönn csinál valamit, és annyiba kerül, mint felállítani egy fél hadsereget. Tehát azért ezt valahogy balanszoljuk már. Az EU4-be oda spawnol 24 ezer lázdó, itt meg bemegy a izé, 60 good mennyével, aztán felgyújtja az élelmiszerét. I am the good man. I am the drowned cat. Jaj. Komolyan, abban a de már azt a sort vártam, hogy I am the bridge. Őristen. Oh. Amúgy... Fuck. Érzem a fájdalmat. Leginkább azért, mert itt kell várni, és nem tudok csinálni semmit. Ajaj. Tél lesz az a baj. Jaj, egy kör múlva. Military Expedition. Akkor... Defeat an army or navy belonging to the following Jozai. Oké, hát nem. Nem kösz. Pedig jó lenne Coltulancod meg Lord of Wartad. Megint jön a Nikolász két segíteni a háborúba, szóval. Merjen mondok közben valamit. Üdvöséletet csinálsz. Öntöttem magamnak üccsit. Okay. Na szóval a lényeg. Mindenki kezdjen el hype-olni, hogy Magyarország, Lengyelország izé legyen. Meccs, ez az, nem meccs. Végjátszás, yeah. Gyerünk, hype-oljatok. Nincs pénzem szabotálni, szóval. No. Ez lesz a... Polak Weigrup Dabara Tanki Bowl. Aha. Jasztán Polski Midor Feed. That's right. Lebombáztad őket? Ja. Mennyit sebeztél? 96 Levi, 3 Spear Levi, meg 3 a Wooden Cannonokból. 3 Spear Levi? 3 egység? Nem, 3 ember! Mi csináltál az embereiddel? Miért mentél oda oldalra? Mert megtámadom nyílterepen, meg akarom fudamítani, ne tudja, hogy ne egybe kelljen harcolnom azzal a fucking Garrisonnal. De miért nem hagytad, hogy... Ja, már értem. Azért, mert mindenképp lesz bombardmentem, mert én irányítom, hogy merről menjen és nem a hülye játék. Amúgy mindenképp harcolod... Ja nem kell mindenképp. Nem, mert így nem jön beerősítésként a Garrison. Meg közben otthon gyártok egy... You know what-ot. Mi ez itt, egy Polystation? Valamiért minusz 59-ben vagyok, why? Biztos szamurai lázdók leégették a távirókat. Ja nem, kikapcsoltam, hogy 3 izét. Adózást? Ja. Obama. Nem, hát a távirótól nem veszik. Nem menekül! Szétverjük! Ez az, végre játszhatok! Nem! Én irányítom a sereget! Figyelj, még kis sereget, ezt nem kell megosztani. Majd megint itt kommentálod közben a jó dolgaidat a Goodman-jegyben. Nem, játszani akarok. No! No! Itt is van nekem a lovasságot. Nem.
Lovasságot nem használom, mert 15 ember van bennük, ezt replenishelni akarom, amikor bevetem a várat. Ad nekem a sogitájt meg a katonakacsit. Nem? Trunkio, Trunkio, tudod mit akkor kapsz a két levi infancsit. Tudod mit kapsz te? Tessék. Nem, a wooden cannon az elég jó, de ne azt. Te meg, de megkapod a wooden cannont. Fogom magam és ezt csinál. Oké, Elfán. Lőj ki a pályáról, ha szeretnél. Az is jó tábornokomat a levőt megszóval. Én nem fog... Ellövök egyáltalán addig? Nem lövök el addig. Nem lövök el a kezdőjéig. Trunkus, pakold föl magad ide vissza a hegyre és majd innen bombárdolsz. Dropping engines. Ne dobd el az ágyút. Hallod, a hegyre rakd föl magad, mert manuálisan akkor könnyebben tudsz célozni föntről. What? Milyen hegy? Van itt egy domb. Azon vagyok, te ember. De nem a csúcsán. Menj innen csúcsán. Csúcsán! Csúcsán! Na, adjál még egységet, mert ez így unalmas. Ez az. Spőrlevő! Az egyiket megkaptad. És ez itt fog kommandozni ezerrel. Ja, ők lesznek az MVP. Legutóbb kivel mész arra, amilyen az fél ellenségességet, amikor adtál egy darab egységet? Már nem tudom. Ez az se. Is spőrlevő volt. Lehetséges, ez például ilyen vége. Melyikkel lehet manuálisan célozni? Hommal? Vagy... Ha, Dilittel? Ha jól emlékszem. Ha. Ja. Orbital Bombardment továbbra is mellettünk áll, szóval. Orbital Bombardment. Ez rögtön meg is. Mi a büdös ilyet? Fölállt egy szikla két oldala. Fölállította magát a hegy alá meg a hegy tetejére. Ez mondjuk nem totál hülyeség, csak a tetején rakta a lándzsásokat. Kedencem az a wooden cannon, ami félig csúszik onnan lefele. Ja. Azt hiszem most futunk, mert nem szarakodok az, hogy ne lásson. Fontosabb az, hogy akkor ne lásson, amikor már tudna bombárdálni orbitálisan. Na jó, tudna lőni a perotganokkal. A papagájpuskákkal. No. Hát papagájpuska. Perotgan, papagájpuska. Na, most majd én itt tolom a manuális célzást. Oké. Okay. Drunkel úgyis itt a super sniper. Na lőd ki őket, Lészároly. Ah! Trunkeló? Jaj, ne! Mi a büdös életet no. művelsz? Nooo! Fát vágni mentél? Hogy tudott ez ilyen lassan repülni? Na, következő. Mert belső nézetben néztem. Amúgy ezt támad a hatamotójával. Nice. What the fuck, ez miért ilyen szarul lő? Mert nem vagy szarul. Nagyon belekem elegem van. De az ellenség így rohamozik, ha jól nézem. A 90-es hatamotójával vezeti az alakzatot. Az Emmy eltalálja a hatamotót! Na jó, nem, de megölt egy levit. Na jó, nem, de elesett. Na jó, közben megyek majd a Spear levémmel. Nem! Azokkal maradj védeni a wooden cannonjaidat, kulcsfontosságú feladatot kaptál. No. Yes. Jó gyorsan fogy ebből a lőszer amúgy. Ja, tudom. Lőj a hatamotóra, hát a kiszájpolod a tábornokot, hat ember van bőle. Vagy benne. Az egyiket csak kilövöd. Te belőled van hat ember. Tessék, már is több embert öltem meg, mint te az egész előző csatában. Na jó, nem csak hármat. 16 embert megöltem azzal a wooden cannonnal, kérlek a lássan. Ajjaj, perotganokat behelyezte a tábornokkal, akkor így hazafutok. Kimegyek a rangedből? Na. Ti addig relízetődjetek. Igen, ez a szó, ez így van. Ajjaj, ez elkezdett lőni a perotganokkal. Az egyik hatamotó őrömet meg is ölte. Belapakodok az erdőbe. Jó, maradj is ott. Mindjárt jön az Orbital Bombardment. Hogyha meg akar állni, akkor álljon, csak menj nyugodtan. Lötsz az ágyűjt. Ja, arra nem jó. Ott van mellette úgyis. Majd az alakzatnak arra a felére hívom a bombardmentet. Bombardment behívva. Ó, kilőttem egy ágyűját, geci. Nice. Én meg azt nem, hogy a tüzérségjelző tüzesi megölt az egyik emberét, de nem átszivárgott rajta. Tetszik, hogy elvérzett az ágyú egyébként. What? Egy ember is öltött meg, ott van egy vérfröccs az ágyú alatt. Majdnem kilőttem még egy ágyúját. Úristennek, mekkora a range, hogy mindig lövi a tábornokomat. Futás! Menekülj Kovács Yoshimura! Azt hiszem. Ez nekem sokat mond. Menekülj Yoshimura, menekülj! Oké, az ellenség fut a bombármentelő, kivéve az ágyukkal, mert azokkal nem tud. Bírom, hogy mellesleg mindenhol halhatatlan, kivéve az ágy. Mi a büdös élet? Fél centire az ágyú elcsapódott be és kicsi sem zavarta. Nice. Mondom, az ágyuk halhatatlanok. Na végre. Megöltél egy lovat. GG. Oké, kifogytam, úgyhogy... Ja, hallottam. Droppolom az engine-t, és megyek harcolni kézzel.
Megindítom még egyszerűségeimet. Jaj, de nagyon kicsi a melee attack-juk, de... Nem ne, baj. Nehogy bedobd közelharcba a fucking izét. World Engine-t. A Wooden Current. World Engine? What? Megyek bujkálni az erdőbe. Te ez amúgy ott marad, mit csináljunk? Hát ezek megyek. Amúgy simán meg lehetne támadni. Megölni. Azon munkálkodok. Jarikacsit beállítottam Super Speedbe, aztán megpróbálok elsprintelni az oldalára és nekivenni a Cannonnak. Hát a motót előhozom, mert már nem akarsz esetleg adni egységet? Adod azt a két lovasságot, aztán megkerülöm a világot. Thanks. Enjoy! Miért nem tetted őket loose formationba, hogyha kibaszatul ágyúzás van ez erről? Add ide a két lovasságot, megkerülöm vele és nem használjuk a lovasságot a csatában, nem akarom, hogy meghalljon. Pénzbe kell, loose formationba megyek velük. Nem akarom, hogy meghalljon közelharcba. Nem fog meghalni közelharcba, Wooden Cannonok ellenemben. Nem Wooden Cannonokat támadsz vele, nem érdekel. Vigyázz, kitámad. Tudom, látom. Na, állj már meg, szerencsétlen. El akarom lőni az első sokatot, nyugítsen. Ez mit? Kérlek. Remek látom, hogy ezt a katonak, akivel elmegyek balra. Bonzai, mit is csinál úgy? Charge-t ad iszonyat. Ez akkor jó charge-t elnyomtam be. Charge bónuszt. Amúgy imádom, hogy játék, tehát így kiírja az, hogy Banzai, és ott van ott egy ilyen big fucking fekete placóba, kiírhatnám mondjuk, hogy mit csinál. De nem, rajta kell tartanod szegedet 5 másodpercig, amit ugye meg tudsz csinálni egy RTS-be. Azaz Pirelli-ra menne a hatamatóra. Itt mindenféle kejkek uttalok. Látom, közben arra én rá. Min van neked Banzai? Sogitájnak van Banzai. Oké, Perotgán megfudamítva. Csak rárakta, nem rakta rá a lóra. De meg sem is ült valahogy még egy ágyú, tudom. Valami történt. Az a lényeg, hogy ráutolni fog. Shogitai! At the devil! Vajon meg tudjuk ölni a generálját? Remélem. Ja, meg. Na, triumfoltam az enemy fölött a bemondóm szerint. Mennyit kell úgy megölni az, hogy ráutoljon a sereg úgy kollektív, tehát hogy meg sem is nincs sereg a térképen? Nincs izé. 80%? Nincs így megszabva. No. A rohadt életbe Kovács Yoshimurát éppen kézül lövölni az emberem, már viszi le a kardot, hogy kivédje és belehalna, de nem, vége a csatának. Mindegy, mert le van mészárolva a serege. Na mindegy, de Kovács Yoshimura túlélte.